Őszinte örömmel állok most itt. Tegnap, akik itt voltak, úgy hirdettek, hogy jóképű fiatalember fog beszélni, de hát csak én jutottam. Nagyon örülök és nagyon megtisztelőnek érzem, hogy szólhatok itt. A Szent István Bazilikában nemzetünk kegyképe előtt, a Bócsi könnyező szűzanya kegyképe előtt. És hát néhány órát kellett eltöltenem itt, esetleg aki nem ismer engem, ugye Mária Bócsot szolgálok, és már nem Pestet vagy Budapestet mondok, hanem Bócsot itt is, mint hogyha otthon érezném magam. Sőt, azt nem gondoltam, hogy nehéz lesz a 12 órai elindulás, mert olyan sokan vagyunk, de némi hatalmunk van püspök atyával afölött, hogy mikor induljunk, úgyhogy lehetőség lesz mindenkinek egy rövid találkozáson szűzanya képével. Továbbra is szeretnék még fontosabb mondandóm előtt elmondani, hogy bár sorok vannak, de van nyomtatás a templom jobb oldalán, és szemben bele folyik áldoztatás, tessenek én a lehetőséggel, és a bejárattól jobb oldalra van a Cecília oltár, ha lesz szabad kollega, ha nem, akkor a beszédem végén megyek, és a kegytárgyakat meg fogom szentelni. Én azt gondolom, hogy aki itt van a bazilikában, vagy volt már Mária Bócson, vagy hallott róla, de ha nem volt, akkor biztos vagyok benne, hogy a mai találkozás után pedig lesz Mária Bócson. Én a Mária Bócson szolgáló egyik papok egyike vagyok, és szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Nem a történész módján, nem is az idegenvezető módján, hanem aki ott él, és aki élményt kap a Jóistentől. Pontosan egy hete keltünk útra a kegyképünkkel, és az első csoda meg is történt, és a szabad ilyen őszintén és bizalmasan beszélni, nem is baj, ha mi papok rászokunk, hogy őszintén kezdünk önmagunkról is beszélni. Hát, én úgy éveken keresztül a templomban dolgozva, gyakran csak úgy átrohantam a templomon, mint egy kedves munkahelyen, egy műtermen, mindig csak a feladat és a rohangálás, és láttam mindig az érkező embereket, és láttam a távozó embereket, és láttam a köztem megtörtént esemény boldogságát. Nagyon sok könnyet láttam már, nagyon sok megkönnyebbülést, nagyon sok teherlevételt. Azt, hogy mindenkiben megtörtént valami. Nem látványos dolog föltétlenül, de valami változás történt. És én föltettem magamnak a kérdést, hogy hát velem mikor fog megtörténni, drága Jóistenem? Hát itt vagyok a tűz közelében, itt vagyok a könnyező szűzanya templomában minden nap, ahol nem egy ember imája meghallgatásra talált, aztán velem meg nem történik meg. Elindult a képünk, és a Magyar Távirati Irodának a megjelent képei között egy csodálatos képre, egy megrázó képre bukkantam, amikor is az üresen maradt kegyképtartó nem túl szép látványát mutatta a templomból. Nagyon elgondolkodtató volt, hogy vajon megérte ezt a képet kivenni, sok-sok munkatársat megmozgatni, még esetleg a kép épségét is kockáztatva útra kelni. És hát megszületett, hála Jóistennek, a válasz. Munkatársaimmal együtt nap mint nap tapasztaljuk, hogy megéri azt, hogy üresnek legyen ott a kép helye Bócson, hiszen mind az otthon maradókat, mind az úton levőket, mind pedig az itt lévőket fölrázza, hívja ez az üresen maradt kegyképtartó. Nekem rögtön a szent sír, az üres sír jutott eszembe. Pöjti időszakban van egyházunk, katolikus egyházunk, most van a pöjti időszak közepén, és a sok-sok kép között számomra a feltámadás egyik legszebb képe, amikor üresen van a sír, egy barra, ahová be kell menni, ahová nem szabad pusztán csak bekukucskálni, bár szeretnénk csak bebekukucskálni a barlangba, vagyis óvatosan, tapintatosan, nehogy megégjek. Vagy szeretnénk inkább olykor csak a tetején elmászkálni, fölmenni, mint egy turista, és akkor látni látok, de nem biztos, hogy megérint. Ebbe a barlangba be kell menni, ahol az ember nem találkozik törvényekkel, nem találkozik parancssal, tanítóval,
hanem saját megküzdött életével és a mélységes hitével, hogy ez a sír az, amely hirdetője annak, hogy megszabadítottak és megváltottak vagyunk. Azt hiszem, nem tévedés teológiailag, hogyha a kegykép útrakelését, az otthon maradt üres sírt és az útrakelő Máriát ilyen értelemben kapcsolatba hozom. Útrakel a Mária, hogy hívogasson. És most a hívogatásnak nem csak azt a kedves természetét szeretném kiemelni, amit gyakorlunk életünkben, hogyha szeretnénk, hogyha egy vendégségbe, egy esküvőre eljöjjenek barátaink, akkor nem csak szép levelet küldünk, hanem elmegyünk személyesen. Talán még az is benne van, hogy akit nem akarunk, hogy jöjjön, de muszáj meghívni, azt meg feladjuk postán. Szerintem nem vagyok egyedül ilyennel. És én azt érzem ennek az útnak a során, hogy azzal, hogy a szűzanya útra kelt és eljött közénk az ország különböző pontjaiban, ezt átérhetjük, hogy a Jóisten így akar minket hívni, de nem csak rendezvényekre, hanem hívni akar a Jóisten arra, az ő anyján keresztül, hogy fölrázzuk magunkat és merjük elhinni, hogy nem olyan rossz ez a világ körülöttünk, mint amilyennek szeretnénk láttatni. Hát hogy lehetne rossz ez az élet, az a város, ahol egy hétfőn reggel munkaidőben ilyen sokan hömpölyögnek és mernek tanúságot tenni arról, hogy az emberi élet sokkal komolyabb a 2x2 józanságánál, hiszen nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül, és a csodáknak ez az üzenete. Bocsánat a kifejezésért, a Pócsi Istenszülőnek az útja, az ő csodái nem vallási performancehez tartoznak. Nem magamutogatásnak, hanem az evangélium továbbélése és tanítása. A csodák sem azért történnek, hogy hivalkodjon, hanem azért, hogy az evangélium ki tudjon bontakozni minden helyen. Mi a titka a Pócsi Istenszülőnek? Többször tették fel ezt a kérdést a napokban újságírók. Mi a titka, hogy ilyen sokan eljönnek az ő helyére, és hát eljönnek az ő képéhez? Minden megszentelt hely a világnak, ahol a Jóisten kedhelyet engedett születni és működni, hordozza maga sajátosságát. Hordoz kiválasztott embereket, a hölgyeket, uralkodókat, különböző természet fölötti eseményeket. A Mária Pócsi csodában szerintem a Jóisten abban adta az egyik legszebb különlegességet, ami a legnagyobb feladat is. 1696-ban, mikor az első képünk környezett, akkor nem csak néhány ráérő ember, aki mindig ott van a templomban, hanem sokan voltak. Sokan és sokféle emberek, szegények és gazdagok, boldogok és boldogtalanok. És így volt ez a következő környezéseken is. És én bátorkodtam fogalmazni a napokban úgy, hogy micsoda gondviselés az, hogy a Jóisten nem jár protokoll tanfolyamra. Mert hogyha a kegyhelyeket, a kiválasztott helyeket az emberi logikával kellene fölépítenünk, akkor biztos, hogy protokoll szigorú törvényei szerint rendezték meg. Mária Pócson a Jóisten az ő anyjának képén keresztül a könnyek közösség teremtő erejével mindenkit meg tudott szólítani, és mindenkinek nagy feladatot adott. És tudjátok, hogy mi volt a legnagyobb feladat? Szerintem az, hogy a megtörtént csodát ne beszéljék szét. A megtörtént csodát tudják megbecsülni, és tudjanak róla hitelesen beszélni. Képzeljétek csak el, főleg innen a mai korunkból, amikor hárman hallunk egy eseményt, biztos, hogy ötféleképpen beszélünk róla. Nem csak azért, mert nagyot hallunk, hanem mert ilyenek vagyunk. Ha ma történik valami különleges, akkor biztos, hogy versenyhelyzetet teremt, hogy ki látta először, ki beszélhet róla először, ki volt közelebb, és a többi, és a többi. Ha ezek a Mária Pócsi emberek annak idején a szívükben nem lettek volna annyira megérintve, hogy hitelesen, őszintén versengés nélkül tudtak volna tanúskodni, akkor sohasem terjedt volna ennek a csodának a híre.
És itt egy ilyen sokszínű közösség előtt nagyon is örömmel mondom el, hogy az első csoda 1696-ban, majd a második, vagyis a másolatként a Bécsbe elvitt kép után Bócsra érkezett, itt található kedves ikon könnyezése 1715-ben történt, tehát 300 éve, és ekkortól tekintünk kegyhelynek Mária Bócsot. Nagyon fontos, hogy a tanúk, akik ott vannak, tanúskodnak. És nagyon nagy csodát ad a Jóisten minden alkalommal. Nem csak a jámbor szerzetesek, imádságos nénik és urak vannak a tanúk között, hanem mindenhol a jegyzőkönyvekben láthatjuk, hogy a református és evangélikus atyafia, a környékben élő zsidó testvérek, ugyanakkor még nem vallásos emberről nem lehet beszélni. És ők tanúskodnak eskü mellett. Drága jó testvéreim, máig hálásak vagyunk ezeknek az atyafiaknak, akik nem katolikusként tanúskodtak. Hát képzeljétek csak el, nem kell hozzá nagyon nagy történelmi mélyre nyúlás és kutatás, hogy tudjuk, hogy 300 évvel ezelőtt nem az ökumenikus imahetek időszakát éltük. Ez nem az az időszak, amikor a rózsák terén, plébános és parókus és káplánok és a környék felekezetei boldogan ünnepelnek januárban. 300 évvel ezelőtt egymás településeiben alig lehetett veszély nélkül bemenni. Mégis ezek a református és evangélikus és zsidó atyafiak voltak olyan nagy emberek, hogy nem a protokollt, nem a félelmet nézték, hanem akkor még picikek is görögkatolikusok fatemplomának, Bájos Mária képének könnyeit igazolták. Hát szinte egzisztenciális kockázatot vállaltak fel. Nekem papnak igazából ez az első csoda, amit annak tekintek, ami a szívekben és az emberek közötti korlátok leomlásában ismerhetünk fel. És hát megindult az élet. 1715-ben, augusztus 1-én, mikor ez a kedves képünk az első képhez hasonlóan könnyezni kezdett, úgy, ahogy most itt állunk sorba, egymást érik az arándokok Mária Bócsra, és kinövi magát a fatemplom, és 250 évvel ezelőtt felépült a kőtemplom. Én itt megállnék egy pillanatra, mert egy kegyhelynek az igazi ékszere nem a nagy emberek és az évszámok, hanem ami oda kötődik, és merjünk bátran beszélni a csodáról. A csoda az nem egy konjunkturális műfaj, hanem a Jóistennek egy virágos ajándéka, pazarló szeretetének a nagy vonalúsága, hogy merjünk hinni benne, hogy nem csak a tervezettségünk és az erőnk tud életet teremteni. Abban a templomban, amelyben őrizzük a képet, nagyon sok mankó van a templom falán. Nyilvánvaló, hogy a mankó olyan emberektől származik, akiknek mozgásszervi betegségük volt. De nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Az első mankók egyike, a legöregebbik mankók egyike, környékben élő egyik nemesi család sarja, aki fiatal kora ellenére már nehezen mozgott, viszont igencsak fölvértezett ellensége volt a templom építésének. Vagyis tűzzel vassal akadályoztam, hogy oda Mária Bócsra a bazilika épüljön. És képzeljétek el, az első ünnepi szentmisék egyikében ez az ember az, aki legelőször meggyógyul a templomban. Ez a gonosz, hívő ember számára az utolsónak számító, a mi emberi logikánkkal a legkevésbé érdemes ember az, amelyik megkapja a csodát, a gyógyulást. Drága jó testvéreim, én bemerem vallani, ha én akkor ott éltem volna, szorgoskodtam volna mondjuk a templom építésnél, megfáradva akár még, gondolom sokak abban az időben még sérüléseket is szenvedtek, hát én borzasztóan fölháborodtam volna, hogy miért pont ez a nem túl támogató, nem túl kedves ember az, aki kapja a kegyelmet a Jóistentől. Látjátok, csoda milyen gazdag, izgalmas és kockázatos. Ez föl is bosszanthatná az embert, hogyha nem jól gondolkodunk róla, de meg is erősíthet. Engem
az erősít meg bennem, és ezt közvetítem az odaérkezőknek, hogy a Jóisten megint nem protokollban gondolkodik. Soha nem tudhatjuk, hogy mikor leszünk mi az utolsó. És olyan jó élni ezen a földön, hogy nekünk olyan Istenünk van, amikor a legelesettebbek, amikor a legutolsóknak érezzük magunkat, akkor mégis megtalál az Isten. És nem tudjuk, hogy miként. Lehet, hogy egy kedves ölelésben, lehet, hogy tényleg gyógyulásban, lehet, hogy a békében, megbékélésben. Én az elmúlt napokban annyi szép ölelést láttam, a mai nap annyi szép találkozást. Hallottam olyat, aki 40 éve nem találkozott, és itt, teljesen függetlenül egymástól, Bócsi Szűzanya idehozta, és mégis találkozta. Testvéreim, ilyen kis apróságokban kell a csodát keresni. És ezért mondom, hogy nagyon jó dolog, és érdemes volt vállalni, hogy üresen maradjon a kegykét tartó búcson. Picit rohan az idő, Püspök atya mindjárt leimádkoz innen az oltárról, de a legújabb élményemet szeretném elmondani, és ezzel picit legjobban megközelíteni a titkot, amit a Szűzanya hordoz. Ahogy említettem, vágyakozó lélekkel indultam az útra én is, várva a csodát, hogy abból a állandó rohanásból, megszokottságból történjen meg. Elindultunk a térről, akkor úgy érezhető volt Mária Bocson, hogy hiányozni fog az otthon levőknek, és akik itt voltak, látták, hogy a rendőrség segítségével járjuk az országot, és itt mindenféleképpen egy mondatban meg kell emlékeznem róluk, hogy micsoda tisztességteljes, odaadó munkát végeznek. Látom rajtuk is az átszellemülést, és azt a megtiszteltetést, hogy ők kedvképpel együtt utazhatnak egy helyen. No, elmondom az én csodámat, amely már egy másik ember csodája. A rendőrurak nagyon kedvesek, de nem olyan beszédesek mondjuk, mint egy pap, vagy egy anyós, vagy egy szomszédasszony. Ülünk az autóban, mellettem az a kis csókoló kép, rendőr úr vezet, pisztoly zsebében, mögött a munkatársak, meg a Szűzanya. És hát úgy nehezen bírok ki 10 percet szó nélkül, hogy megkérdeztem, hogy családos vagy? Igen. Hol laksz? Itt. Hát ilyen egy-egy szavas beszélgetések történtek. És akkor utána, hogy átmentünk egy falon, mondta, hogy itt született. És mondta, hogy ő református. Nagyszerű, tiszteletre méltó. Hallgatunk 5 percet, azt mondja a rendőr úr, egyébként a feleségem gyakran megfordul Mária Bocson. Ó, hát mondom, nagyszerű, mondom, akkor biztos római katolikus, mert hogy Máté Szalkán élnek. Nem, azt mondja, ő is református. Hát mondom, ez különleges dolog. Hallgatunk, és akkor hát ilyenkor mit szoktuk kérdezni? Van család? Ugye ez egy jó kérdés. Van család, mindenki szívesen beszél a gyermekéről, szívesen beszél a sikereiről. Azt mondja, van egy pici gyereke, másfél éves, és a rendőr kollega az nagyjából velem egy idős volt, tehát 40 fölött. Hallgattuk, és egyszer egy, láttam, hogy egy olyan változás történik a pilótában, mint egy első áldozónak az átszellemült arca. Azt mondja, tudja, atya, a feleségem azért jár Bócsra, és immár velem, mert a mi gyermekünk a Pócsi Szűzanyától érkezett. Mondom ezt a történetet úgy, egy hűvös, rideg rendőrautóban ülünk, beszédességről, érzékenységről nem túlzottan híres, fegyelmi ember szájából, és azt mondja, atya, 11 évig jártuk a kórházakat, nem lehetett gyermekünk. Minden helyről olyan papírt kaptuk, hogy ne is fordítsuk már a pénzünket, és hát szegény feleségemet ne fárasszunk. Szegény feleségét már inkább pszichésen kellett kezelni, nem is a genetikai vagy orvosi kezelésben. És hát ugye mifelénk, és szerintem sokan vagyunk itt, akik úgy Mária Bocs sugarában 50 kilométerre születtünk,
Ott mindenkinek az élete némileg kötődik Pócshoz, akár autót vesz, akár házasodik, Mária Pócsra el kell jönni. És úgy döntöttek, hogy Pócsra vezet az útjuk. És az első pócsi látogatása után, amikor ez a református asszonyka letette a terhét, megfogalmazta a vágyát a Jóistennél, minden orvosi csodálkozás mellett fogant és gyermeke lett rögtön. Teljesen dokumentálható, de nekünk kívül embereknek nem ez a fontos, hogy a papír van róla, hogy azt mondták, hogy nem lehet, hanem hogy két olyan ember mondja el, akik soha nem mondták volna el, hogyha a szűzanya nem kell útra. Mert hogyha nem kell útra, nem ülök a rendőrautóba, és a rendőr úr nem mondja el. Ez ő csodája, az az én csodám volt. Hiába találkozom, ahogy említettem, nagyon sokszor Pócson örömteli pillanatokban, örömteli emberekkel, de mégis megrázott, hogy a világ legegyszerűbb környezetében egy olyan ember, aki lehet, hogy soha az életében nem mondta volna el, beszámol róla, hogy vele ott történt a csoda. És őt emiatt nem léptették elő, emiatt nem lett egyház, tehát hogy mondjam, nem, semmilyen érdeke nem fűzte ahhoz, hogy elmondja. Nem volt benne a dicsekvés vágya, mert valami megérintette őt is, hogy vihette a szűzanyát, hogy ült mellette a kis kendőcske a pappal, és elmondta. És bennem nagyon-nagyon komoly folyamatot indított el, mert a következő állomáson én direkt egy ilyen jogi előadást kértem, ahol az éves programot akartak készíteni, vagy elmondani, és mondtam az helyi atyának, hogy én inkább szeretnék most szembeszédet mondani. Velem is megtörtént a csoda az úton, és tudom, hogy ebbe az üres sírba be kell menni. Tudom, hogy erő van abban, hogy Mária Pócson üresen maradt a kegyképtartó, és eljön mindenki ez, aki akarja. És azt is tudom ennek a fiatalembernek és asszonykának a vallomásából, hogy a Jóisten annak, aki bevallja, annak leveszi a terhet a válláról. És szerintem csodáknak ez az egyik titka. Amikor elhisszük, hogy van fölöttünk, van bennünk olyan Isten, aki bármilyen gondot tud levenni a vállunkról. És amikor megízleljük ezt a szabadságot, hogy az Isten engedi a kezünket, a szánkat, a szívünket úgy működni, hogy benne élőnek tekintsük magunkat, akkor minden cselekedetünk erősebb tud lenni. Erősebb, szebb és igazabb. Én mindenkinek tiszta szívből kívánom, hogy ízleljék meg a pócsi szűzanya üzenetét. Tessenek sokat olvasni róla, imádkozni általa, és hinni erősen, hogy van az életnek értelme, még akkor is, hogyha a percek, az órák nem azt igazolják. Nincs az életnek olyan fonák helyzete, amelyben a Jóistenbe vetett végtelen hit a végtelen értelmébe nem emelne fel. És élni csak így érdemes. Balga ember, aki nem rendezkedik be az Isten tervébe és az örök életre. Én kívánom a drágó testvéreimnek, hogy a bőti időszakban a Pócsi szűzanyával való találkozás legyen szebbítő, maradandó élmény, és tessenek úgy hazamenni otthonukba, szeretteikhez, szomszédjukhoz, úgy felszállni a villamosra és a metróra, hogy sugározzon önökön a mi szűzanyánk arcának vigasztaló tekintet. Isten értesen mindenkit, és várunk szeretettel Mária Pócsra megpihenni, szeretni, és megkönnyebbült szívvel hazatérni mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztus. Jöhet, Püspök Atya. Püspöki szertartás következik, természetesen továbbra is lehet jönni a kegyképhez járulni, és akkor majd ott a Szent Kereszt oltár felől tessenek majd visszafordulni, és már is jelzem, hogy hasonló ünnepélyességgel fogjuk a kegyképünket kivinni a bazilikából, ahogy érkezett, tehát kérem majd a kedves testvéreket, hogy tessenek a magukban maradni,
hogy a paptársai az árukon a szűzanyát, a apostoli kapu, tehát újra kinyílik ez a ritkán kinyíló kapu. Nagyon hálásak vagyunk újra Püspök Plébános atyának és a munkatársainak, hogy ilyen kivételes lehetőséget biztosítanak, és itt a lépcsők előtt fogjuk elhelyezni a kedgépek szállító autóba. És akinek van győri rokona, tessenek megtelefonálni, hogy remények szerint 2 órakor már Győrben leszünk, és a győri görög katolikus templomban találkozhatunk. Köszönöm szépen!